Van visszatartó ereje a múlt hét kedd óta élesben működő Véda kameráknak, kevesebb a szabálysértés a rendőrség tapasztalatai szerint. A rendszer működéséről a kamerák adatait feldolgozó Vásárosnaményi Központban tartott tájékoztatót az ORFK. A Véda rendszer fix kamerái egy hete működnek élesben. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, Nyíregyházán 5, Mátészalkán pedig egy helyen vannak ilyen ellenőrző pontok. A fix kamerákkal egyetlen felvétellel többféle bírságot is kiszabhatnak. A kamerák az első és hátsó rendszámot is képesek leolvasni, a lézerszkenner 3D-s modellt készít az autóról, a radar pedig a jármű sebességét méri. Sebességtúllépés, autópálya leálló sáv használata, autóbuszforgalmi sáv használata, záróvonal átlépés, biztonsági övet tudjuk ellenőrizni, behajtási tilalomra vonatkozó szabályt, kötelező haladási irányra vonatkozó szabályt, közúti jelzőlámpa tilos jelzésén történő áthaladást, a vasúti átjáron történő tilos jelzésen áthaladást, és adatbázisból azt is ellenőrizzük, hogy a járművet körözik-e, kitiltották-e esetleg a forgalomból, rendelkezik-e kötelező felelősségbiztosítással, illetve olyan visszakia érvényese. A Duna vonalától nyugatra, illetve a Budapesten elkövetett szabályszegéseket Szombathelyen, míg a Dunától keletre, valamint Pest megye területén elkövetett szabálysértési adatokat itt Vásárosnaményben dolgozzák fel. Ebbe a szerverszobába érkeznek a kamerák által rögzített információk, majd kinyomtatva innen küldik ki az autótulajdonosoknak a bírságról szóló határozatokat. Nagyon leegyszerűsítve valójában így történik, hogy sem a helyszínen nem dolgozik rendőr, aki a jogsértést észleli és arról egy feljelentést ír akár. Semmit bent a feldolgozó központban nem azért vannak az emberek, hogy az egyes eszközökről érkező képeket egyesével elemezzék, és aztán ők begépeljék valami határozatba ezeket, hanem valójában ez mind automatikusan történik. Az ember itt csak azért van, hogy a rendszerek működését felügyelje, ellenőrző jelleggel rá pillancson az ügyekre, azok bizonyos adataira, de önmagában semmi nem történik emberi kézzel, itt végül is a borítékolásig, a tértévevény nyomtatásig minden automatikusan történik. Ez a rendszer eddig beváltotta a hozzáfűzött reményeket, tud-e már bírságokról beszámolni, hogy április 5-től indult, mi az eddigi mérleg? A mérleget mi nem a bevételek alapján balanszírozzuk, hanem amiatt, vagy amiatt telepítettük ezt a rendszert, hogy csökkenjen a baleset szám, kevesebb halott legyen. Az Unió nem is adott volna arra pénzt, hogy a magyar állam ezzel valamiféle gazdasági tevékenységet folytasson, hanem azért adta, mert ő is elhitte azt, hogy lényeges eleme az a közlekedés felügyeletének, hogyha az embert ki lehet váltani gépekkel, mi pedig szeretnénk azt bebizonyítani, hogy ez lehetséges, és a mérőszáma vagy az eredménye ennek a projektnek az lesz, hogyha 2020-ra fele annyian halnak meg Magyarországon, mint mostanában. Valójában az Unió felé is így kell elszámolni ezzel a projekttel, akkor voltunk sikeresek, hogyha ez a cél teljesül. Az ORFK tájékoztatása szerint ugyan pontos adatokkal nem tudtak szolgálni, a fix kameráknak van visszatartó ereje. Már a tesztidőszakban is tapasztaltuk, hogy ezeknek az eszközöknek a környéke jelentősen lecsökkent, a haladási sebesség várakozáson alul volt a jogellenes cselekményeknek a száma, és amióta éles üzembe megyünk, tovább csökkent ez, tehát azt tapasztaljuk, hogy egy idő elteltével ezeknek az eszközöknek a környezetében valójában nem lesznek jogsértések. A Vásárosnaményi Központban azt is megtudtuk, a fix kamerák hatótávolsága sokkal rövidebb, mint a mobil trafipaxoké. Két eszközről lévén szó, ugye vannak a fix telepítésűek és vannak a változtatható helyűek, más-más a rendeltetésük, mindegyik képes természetesen sebességet mérni, tilos jelzésen történő áthaladást dokumentálni, vasúti átjáron történő áthaladást, de a kettő között óriási különbség, hogy az egyik ugye az egy lézeres elven működő sebességmérőt tartalmaz, a másik a fixen telepített pedig egy radaros elven működött, és hogyha belegondolunk, az egyik viszonylag közel van az úttest szintjéhez, a másik pedig az út fölött 3-4 méter magasságban. Ennek megfelelően a lézeres eszközzel akár 6-800 méter távolságig képesek vagyunk sebességet mérni, és a kamerával a jármű mozgást lekövetni, és így a jogsértés teljes bizonyító erővel bebizonyítani. A fix telepítésű kamerák értelemszerűen nem látnak be ekkora távolságot, nem is elvárás, hiszen ezek olyan helyen vannak, amelyet mi közlekedés biztonsági szempontból kockázatosnak találtunk, tehát ezek jellemzően a kamera alatti 50-100 méteres távolságot látják, és ott készítenek felvételeket.